Már kikotorták a patak egy részét a munkagépek. Cikon több mint 280 millió forintot költhet az önkormányzat a település vízelvezető rendszerének fejlesztésére. A beruházásra nagy szükség van, ugyanis egy-egy nagyobb esőzés során előfordulnak mindent elöntő villámárvizek. Mederkotrásra kerül sor, részlegesen mederburkolásra, hordalékfogó gátakat építenek, és egy nagyobb átmeneti tározó kerül kiépítésre. A külterületen emellett a Cikót és Mőcsényt összekötő út felújítása zajlik. Kátyúzás, új aszfaltkopó réteget kap az út, a patkák lesznek lenyesve, hogy a csapadékvíz le tudjon folyni az útról, tehát teljes felújítás történik. A településen nemrégen egy új játszóteret is kialakítottak, azt saját forrásból finanszírozta az önkormányzat.